Hát van egy jó hírem. Jézusnak van egy mesterterve az életünkkel kapcsolatban. Ami a legjobb terv. Jeremiás ezt megértettem, amikor Isten szólt hozzá, mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt, vagy más fordítás reményt és jövőt adok nektek. Jeremiás 29.11. Ugye ezt mondja. Gondoljatok bele, milyen fantasztikus hogy van egy ilyen terve Istennek, külön-külön egyénileg is az életünkkel, házas párként is, már akkor kettőt egybe éve, családilag is, és gyülekezet szintjén is. Tehát Istennek megvan ez a mesterterve. Ő ért hozzá. Tehát nézzétek, ő nem olyan mester, aki mindenféle hitvány anyagot megcsinál, csak hogy olcsó legyen, és sokat kérjen el utána tőled hanem olyan mesterről van szó, aki mindent odaadott a kereszten, hogy vedd észre, hogy ő a legjobbat akarja. És ő többet áldoz erre, mint amennyit te. Az egész életét odaáldozta. Mert te odaáldozod a tiedet, az az övéhez képest még mindig kevesebb. Ő minőségi alapanyagokból dolgozik. Ezért sokkal fontosabb neki, hogy a te életed milyen minőségű, és ez alatt nem azt értem, hogy, hogy megvan-e az a kellemes, kényelmes kis életed, amiben hazamész, leülsz, kávézgatsz a kis karosszékedbe, a 24 fokba, de nem erről beszélek, hanem arról, hogy a jellemed olyan erős, olyan kipróbált, strapabíró, megedzett legyen, ami bírja a terhelést, amit be lehet úgy építeni, hogy aztán nem kell visszabontani és kiszedni az egészből, és nem kárt okoz, meg omlást, meg veszélyt, meg értitek halált, hanem életteret nyújthat másoknak, hogyha most egy ház analógiájába gondolkodunk.